Na, sziasztok srácok! Itt vagyok ismételten egy újabb videóban, és a mai videóban bizony kénytelen vagyok ismételten egy leállítást hoznom el nektek, mert nagyon-nagyon kell sietnem, hogy befejezem a PES-t, már csak 5 napom van, hogy kivigyem a PES-t a kis karakteremen, szóval ma is rengeteg ládát fogunk nyitni, de mert belevágnak, mindenféleképpen meg kell akarni, hogy támogass egy hatalmas lájkkal, illetve feliratkozással, hiszen a nézőknek kevesebb, mint 50%-a van feliratkozva, szóval tényleg, ha feliratkozol, eszmélő hálás leszek, és nagyon-nagyon szépen megköszönöm, hogyha feliratkozol. Köszönöm szépen, hogyha megnyomod ezt a drága gombot, illetve ha bekövetsz Instagramon, a link a leírásba, szintén megköszönöm. Sőt, akkor használd a Fortnite Support a Creator kódomat is, ha van már hozzá kedved, ezt is megtaláld a leírásba, de amúgy a kód TST-ben. Most, hogy elmondtam mindent, térjünk is rá a leállításra, én azt gondolom. Tehát akkor itt vagyok az iratkozz fel nevű kis karakteremen, találó a név, nem? Tehát... abszolút. Na de akkor tényleg most már megmutatom, hogy hány láda van, elég sok láda van. És azért van ennyi leállítás most a kis karakteremről, mint látjátok 5 nap van, hogy befejezzem a PES-t, mert tegnap vásároltam meg, és mindenféleképpen ki szeretném vinni, mert megígértem nektek, hogy ki fogom vinni a PES-t. Nagyon gyorsan lehet haladni, szóval én azt gondolom, hogy van rá esély, de nagyon nehéz lesz, tehát ma is játszottam egy órát, és egy óra alatt, nem tudom, 10 tier, 11-et nőttem, vagy kevesebb, mint egy óra alatt, tehát nagyon gyorsan lehet tényleg haladni a tierekben, és én azt gondolom, hogy körülbelül 2 óra játék van maximum hátra ahhoz, hogy kivigyem az egész PES-t. Meglátjuk, hogy sikerülni volt, vagy sem. Írjátok meg a kommentbe, hogy szerintetek lehetséges 5 nap alatt befejezni a PES-t, vagy pedig sem. Kíváncsi vagyok tényleg a véleményetekre, szóval kommentbe várom a véleményeket, és egy-kettő kommentet be fogok szívezni ebből. Na de akkor térjünk is rá a nyitásra. Rengeteg karaktert nyitottunk az elmúlt időben, tehát ha azt mondom, hogy most nem nyitunk karaktert, nem leszek csalódott. Ez, hogy... minek több karakter? Ez így túl sok van. Rengeteg karakterem van, amit most nyitottam, így minden videóban átlagosan 3-2, illetve 3, illetve 2 karaktert nyitottam, tehát hogy én most nem várom el magamtól, hogy nyissok új karakter, de értelemszerűen nem fogok haragudni, ha nyitok új karaktert, de nem is fogok leesni a székről sem örömömbe egy új karakternek, továbbra is Barley-t akarom fejleszteni, így rákérem a powerpointot. Na nézzük a kis ládát. Egyelőre még nem nyitottunk semmit, és ugye még Gadgetet meg Star Powert, Gadgetet már tudunk nyitni, ha minden igaz, de Star Powert egyelőre még nem tudunk nyitni senkire. Szóval ha villog, akkor az vagy egy Gadget lesz, vagy egy Star Power, de Gadgetből is talán egyetlen egyet tudunk nyitni. Na nézzük az első megaboxunkat, és... 5-ös, ebben nincs semmi érdekes, sajnálatos módon. De mindjárt nyitjuk a következőt, mert azt hiszem 3 vagy 4 megaboxunk van, nem tudom pontosan, de lehet, hogy csak 2. Bármit nem sokára tudjuk fejleszteni, ezt rá is fogom kérni, és ki is mehet, ha jól látom, Power 8-ra, de az még nem számít semmit, vagy legalábbis nem túl sokat, hanem ugyanúgy nem tudom. Jó sok gold volt benne, sajnos nem villog a láda. Nézzük a következő megaboxunkat, a 48-as jelen érkező megaboxot, tap-tapot megvárjuk, és nyitjuk! Ez is csak 5-ös megabox, igazából nem lepődök meg, mert az előzőkben annyi mindent nyitottunk, de amúgy egy 5-ös megaboxból is nyitottam már Star Power, tehát igazából 5-ös megaboxból is lehet új dolgot nyitni. De nekem életemben egyetlen egyszer sikerült, arról van is egy videó, az brutálisan, nem is hittem el, hogy ilyen létezik. Nem tudom, nektek már volt ilyen? 58 gold volt, ebben sem fog villanni, de most már vannak ilyen bolondos big boxok, amikor 140 gold és beadja az új itemet, tehát nem lehet tudni. 47 gold, ez sem adta be sajnos. Azért nem bánom, hogyha beadja, nem várom el, de azért na, azért beadhatja, tehát azért megengedem. Tehát abszolút megengedem. Én azt mondom, hogy fejlesztünk Barley-t, hisz most már egész sok közben összejött rá. Igen, sajnos még azért 9-esre nem tudjuk kihúzni, de nem kell hozzá sok, hogy 1000 kupán majdnem... Ó, itt kimaradt egy kisláda, nézzük, kimaradt ki. Nem egy túl érdekes kisláda maradt ki sajnos. Viszont van még egy megaboxunk, nézzük, hogy az utolsó megabox, hát a 6-os lesz, hát ha. Na nézzük, és a 6-os meg a... nem. Ma már azt mondja a játék, hogy Nandi, túl sok karaktert nyitottál eddig. Most már nem kapsz több karaktert, most már nincs több karakter. Valószínűleg így is fog maradni az utolsó 2 ládából. Azért meglepődnék, hogyha ez hirtelen valahogy valamiért ez beadott valamit, nem? És villog! Én azt mondom, hogy 99%-ban egy gadget. Ez egy gadget lesz. Nem lesz új karakter. Játék nem, ez egy gadget. Ez egy gadget. Én most megjósolom nektek, hogy ez nem lesz új karakter. És igaziból nem is biztos, hogy szeretném, hogy új karakter legyen, mert annyi karakterem van. Mi mindig itt van. Mindig itt van. Megpróbáltam elmenni, majd visszajönni. Hát, ha eltűnik. De ez nem tűnik el.
Ez itt van. Ezt kinyitottuk. Én mindent megpróbáltam. De ezt tényleg kinyitottuk. Akarom jelezni, hogy kevesebb, mint 1000 kupán, ez a harmadik mitik karakterem. A harmadik mitik karakter. Kevesebb, mint 1000 kupán. Kevesebb, mint 1000 kupán, 3 mitik. Ez... mi? Ez mi? Ez mi? Ezt figyeljétek, kevesebb, mint 1000 kupán. 1, 2, 3. Ez egy, ilyen nincs. Ilyen nincs a világon. Van még egy láda, az már azért csak nem. Azért csak vannak határok. Azért csak nem. Jó. Hát próbáljuk ki ezt a pingvint, azt mondom így. Nulla power-rel. Mert nulla power, ne. Inkább így pontos. Na nézzük, hogy mit tudunk kezdeni a pingvinnel. Vicces lenne egyben nyerni egyet, de hát megint egy mythic brover. Nem bírom már címben annyiszer leírni, hogy megint mythic-et nyitottam, mert folyton mindig mythic-et nyitok. Volt, ön meghalt. És olyan sokon múlt. Azt hittem, hogy még a végén megöl engem, ami nem lett volna egy szerencsés dolog. Szerencsére ez nem történt meg, és így már is 3 power cube-bal gazdagabb vagyok, mint eddig. Ami egész jó power cube-nak számít, én azt gondolom. Pappa, gyere pappa! Pappa meghalt, és nem se tudok sebezni. Van ultim, azt mondom, hogy ezt ide le is teszem, mert... miért ne? Az felfedi az ellenfeleket. Ó, középen nekem ezt itt hagyták ajándékba. De rendesek, már is van 7 power cube. Na gyere medve! Legyél dermedve. Hú, ez jön. Ez tényleg jött. Ez így jött. Megkértem, aztán jött. Tehát ez ilyen rendes volt. Ezt másképp nem tudom mondani, hogy ha megkéred, akkor a medve az jön. Na. Tudom, hogy itt vagy. Menekülj, menekülj, menekülj. Az a jó, ha menekül. Pusztulj már el. Így is van. Ezt elszúrtam. Steven megállt, én vagyok a Steven Seagal, hadd mondjam ezt, mert tényleg megijedtem, hogy meg fogok halni. Nem szerettem volna őszintén szólva, de szerencsére ez nem történik meg. Közben ő kijött onnan. Azt gondolom, hogy érdemes elhúzni a Juice-t, és a Juice-zal majd szépen rassolunk a Primo-ra, és megöljük egy kis csiki-csuki után. Megyünk, Mr. El Primo, hogy megöljelek a pingvinnel. Autóatak, mert kevés kupán nem illik nem autóatakolni. Így is van. Szerintem meg kevés kupán. Nem illik, nem autót akkor. Ez olyan, mint hogy nem tudom. A buszén áthagyjuk az idősebbnek a helyet, mert így illik. Pedig lehet, hogy az idősebb jobb kondiban van, mint a sok fiatal, aki a telefonon meg a gép előtt nőtt fel. Ő meg még, nem tudom, sportosabb. De akkor is így illik, hogy áthagyjuk a helyet, mert idősebb. Kevés kupán vagyunk, autót akolunk, mert így illik. És erre lövök 3 vagy 4 émes lövést, meg is ölök egy ellenfél, de ez nem illik. Tehát ez nem illik. Ez bunkóság. Ez ennyire kevés kupán, ez bunkóság, hogy ilyen fogom és szergélyben csétleneket megölöm. Ők azt se tudják, hogy nem értik egyszerűen, hogyan a tűzítem, hogy ott van a bokorba. De egyszerűen nem érti, hogy lehet, hogy eltalálom, pedig ő bokorba van. Biztos azt gondolja, hogy ilyen varázsló vagyok, hogy átlátok a bokron. Nézd, mert nem érti szegény Elprium, hogy... Azért valamennyire megértette. Jaj, ha egy dolgot tanuljatok meg. Hogy Mr. P elől sosem szabad menekülni, mert ha menekült, a sebzés 2-szörösére nő, ugye, mert belállsz a pattanásba is, tehát Mr. P-re, ha már harcba kezdtél vele, akkor azt végig kell tolni. Azt már végig kell tolni, mert ha elkezdesz menekülni, akkor 2-szörösen fogod kapni a sebzést, értek, mert ugye belállsz elsőbe, és majd a pattanásba is, ami egy nagyon-nagyon-nagyon nagy butaság. Honnan lehet ennek Juice-a? Egy pillanat ezelőtt még nem volt. És meg is ölt, nem sokon múlt, de megölt, mert komolyan úgy láttam, hogy neki nincs Juice, aztán egyszer csak Juice lett. Meglepett, nem baj, beugrunk már is a következő mérkődésbe, ahol remélhetőleg sikeresek leszünk, mint az elsőn és nem úgy, mint a másodikon, mert top 2-t mentünk. De nézzük, hogy mit tudunk kezdeni itt egyben egy Nita ellen, megpróbálok egyben rámenni, mert szimpatikus. Na a Nita azt kezdi érezni, hogy hogyan játszunk a pingvin ellen. Nem sokan múlt, hogy megöljön, de szerencsére ez nem történt meg, és itt is szépen menekült, tehát hogy... Hát nem elég szépen. Szépen, de nem elég szépen. A végén az már kicsit túltalta az egészet, és végül egy egész jó juice fog én kapni, azt gondolom. Közben szóra le is rakom, hogy azok a juice-os kis pingvinjeim hagyjaljenek, és idegesítsék a népet. Megy is a pingvin, jó gyorsan.
Tehát viszont úgy mondtuk, hogy inkább középen szeretném elhozni a Power Cube-émet, amit ténylegesen engem illet. Hú, ő is jól csinálja, hogy nem menekül. Meg is fog ölni valószínűleg. Nem. És nem. Hanem inkább meg fog halni. Így is van. Ott a Róza. A Róza az elkezdett menekülni, és értelemszerűen meg kellene halnia. Úgy lenne igazságos egy ilyen helyzet után. És remélhetőleg... Hú, az elprimó közben nagyon jön, legalább úgy, mint a talajvíz. Szóval vigyázni kell vele. De közben kicsit megállt visszavonulni, pihengetni. Nem menekül. Viszont ő felfedi nekem a valóságot. És meg is... Mondom, és meg is van. Így már is top 3. Itt van még egy Róza. Ó, közben itt egész fönn. Aj, elmondtam, nem illik, nem autóatakolni. Mondtam, meg is fejezzük inkább autóatakkal, hogy betartsuk a illemszabályokat. Így már is 8 darab Power Cube-bal rendelkedek, és megyek előre. Fogom. Ezt oda lerakom. Jesse, menekülj! Pont akkor kezdettem menekülni, amikor már megabba hagytam a lövést. És autóatakkal szépen becsületesen ki is végeztük. Az utolsó ellenfelünket ezzel a következő mérkőzést is győzelemre hoztuk. Nézzük, you can. Milyen jó kis tipp volt, nem? Csak nem tudtam végigolvasni, mert lassan olvasok. Ez van. Hát, ez van. Na, ott ismételten egy Nita ellen kell megküzdeni. Előbb elég egész komoly mérkőzést toltam egy Nita ellen. A mérkőzés ellen. Ez a Nita is nagyon agresszívan jön előre. Tehát az a Niták nem tudom mitől, de most... Hát ezt elrontottam, amikor elkezdtél menekülni, drága Nitám. És még leszedted nekem a boxot, amiért pluszba haragszom. Ez egy elvárás lett volna, hogy ha már meghalsz, akkor legalább egy Power Cube-ot szedjél le nekem teljesen, ne csak így félig meddig, mert... Itt is megint csak félig van leszedve a boxom. Nagyon szomorú. Kezdjél menekülni, jó? Nem? Így, nagyon jó. Szépen menekült oldalirányba, de hát itt már nem lehet mit tenni, meg kell halni. Van ez a helyzet, amikor azt kell mondani, hogy én... Meghaltam. Kár küzdeni, ha lehetetlen ellen néha. De amúgy ez nem igaz, mindig minden helyzetben amúgy van lehetőség. Hát a pont kifogy a player, vagy valami. Minden helyzetben meg kell próbálkozni, vagy pedig valaki pont még meghal, és már akkor mondjuk egyel erőlébb leszel azzal, hogy ugye közben valaki meghalt. Hát minden egyes másodperc értékes lehet szólóban, illetve duóban. Mert az alatt valaki más meghalhat. Vagy pedig bármi történhet, tehát sose szabad feladni. Viszont az ellenfelet lebecsülni sem szabad soha. Mert bármikor lehet egy hirtelen nagyot fordítani, hogyha jól játszik az ellenfél. Ez a két legfontosabb szabály, és akkor meg is van a következő győzelmünk is. Ezzel még egy meccset megnyertünk. Még egy utolsó meccsbe fogunk beugrani, ahol remélhetőleg szintén tudunk nyerni. Nagyon-nagyon vicces, így kevés kupán trollkodni. De nézzük meg, hogy vajon mit tudunk itt kezdeni. Egyben egy Nita ellen kell ismételten harcolni. Meglátjuk, hogy vajon őt meg tudom ölni. Nem kapta az első sebzést, ami picit szomorú, majd viszont... Ez gond. Ez egy top 10. Ennyi. Top 10. 38 kupán, top 10. Így, ennyi. Kettő lövést elmisszeltem, onnantól kezdve már nem volt esélyem se életben maradni. Hát ez van. Viszont ez a mai videó ennyi lett volna, remélem élveztétek, ha igen, mindenféleképpen nyomjatok egy hatalmas lájkot, illetve egy feliratkozást, mert tényleg eszméletlen nagy segítség egy feliratkozás, és nagyon szépen megköszönöm, mert itt vagyunk már 70 ezer kapujában, szóval ki kéne csapni a 70 ezer feliratkozót. Na de én Nándorjál voltam, köszönöm a figyelmeteket, holnap találkozunk egy újabb videóban, addig is velem tartás, kommentelés, na meg persze feliratkozás, köszönöm még egyszer a figyelmeteket, legyetek jók, és a végszó az, hogy na, sziasztok! Nézd meg a karakterem nevét, majd járj el bölcsen. Bye!